Először embereként Dudák Kult 11 vagyok, és most bemutatok egy új, egy ilyen egy command block segítségével egy szerkezetet, amivel magma felszerelések lesznek. Nekünk. Magma felszereléseink is lehetnek. Lehetnek benne magma felszerelésén, csak elnézést kérek, most elindítottam egy két videókészítő alkalmazással. Csinálok videókat, live-okat. Az egyik, ez XSplit Broadcaster, ez is egy nagyon jó. Ezt is ajánlatos használni. A másik, az meg az OBS, azt is szintén ajánlatos használni. Szóval kezdődjön is, csinálunk egy új világot, ugye én nem ebben a világ... Ugye én ezek a világok ugye 1.12.2-esek, vagy 1.12-esek, vagy mindenféle ilyenek, de ez azért ilyenek, mert hogy ugye abba szoktam általában csinálni mindenféle dolgokat, de most kivételesen nem, mert ez 1.10-ben működő parancs. Na, generáljuk is le a világot. Szóval így akkor be is mutatnám nektek. A linkjét majd meg tudjátok keresni a majd meg tudjátok találni a leírásban. Én úgy érzem, ez alkalmas. Kive tab, mondom. Ja, igen. Nagy D, ugye? Tab. Szóköz. Tab. Enter. Ugye le is kértük ezt. Command blokkot. Na. Csak már megint fosakodik az egerem, majd kéne venni egy újat. Nem tudom, mi baj ennek a hülye egernek. Törni azt tud, de lerakni azt nem. Aha. Na, akkor elnézést kérek. Újra kell indítanom a Minecraftot, ugye, mert baj történt. Hát ebben most nem tudok nagyon semmit se csinálni. Remélem, hogy sikerül átváltoztatnom a szerveremet, amire én szeretném, ugye. Aha, ez... Pakter! Ahogy... Értem. Always Active-re kell állítani. És akkor Ctrl-V. Nem, Ctrl-V. Elnézést, akkor meg kell néznem. Szerkesztés, már másolás, Ctrl-C, Ctrl-V,
V. Így. Ugye már le is idézi, ugye, nekünk a kommandokos szerkezetet, és több is kell más csinálni. Ugye fogtok, ugye, ha ez csak a netherből lehet megcsinálni, sok a blokkot most leteszek. Miért nem tudom letenni? Mindegy. Ki le tudjátok tenni. A netherbe majd... A netherbe ki kell jutni ilyenből sokat, mert akkor mindjárt mutatom, hogy miket kaptok. Akkor kaptok. Ha sokat kiüttök, akkor kaptok egy darab ilyet. Ez ilyenből kell 5 darab, és akkor ki kell dobni, ugye ezt a 5 darab, 5 darabot ki kell ugye dobni, plusz egy kemencét. Kaptok is tojást. Így. És ugye itt meg tudtok vásárolni ugye cuccokat. Ez egy olyan, és be is mutatom mindjárt a kemencét, és mindjárt be is mutatom, szerintem a kard a legértékesebb, meg a csákány, meg ugye a szett. Nem! Jó, mindegy. Csak egyet veszünk föl. Így. A többi azt ugye ki lehet dobni. Csak nekem most ugye bugol minden. Command blokkos szerkezet, nézzetek oda. Amikor nem survivorozok, hanem bemutatok valamit, akkor itt megjelenik ez a piramis, de amikor survivorozok, akkor nem olyan. És oda nézzetek, mellette egy sivatagi falu. Ezt értitek? Én nem. Na. És akkor ugye kiveszek egyszer 64 botot. Jaj. Egyszer 64-et kiveszek, ugye? Nem. Így. És akkor ugye még kiveszek egy pár darabot. És akkor ugye... Én most veszek egy ilyet. Egy ilyet magamra veszek, és akkor már csak kell egy nadrág. Így. És akkor be is mutatnám nektek a kardot, meg a csákányt, meg ugye ennek a kemence részét. Így. A többit ugye így. Mindegy, ez magamnál lesz, ez nem kell most. És akkor ugye átváltunk. Várjatok. Itt ez a tehén be is tudom mutatni a kardot, a kard képességét.
És ez a páncél végtelenért ad. Mármint. Igen. És látjátok, egy ütés. Mindjárt megnézem, hogy mennyit sebez. Na, 6-ot sebez. Egy ütés, és plusz még, ez ugye ennek az a neve, hogy magma sword, ugye magma kard, és ennek az a képessége, hogy tüzes. Akkor én most átmegyek. Te szókörz. Látjátok? És ez a ruhának képessége, hogyha erre rámegyek, akkor nem égek föl. Leveszek. Akkor mindjárt elkezdek ütődni. Ugye? Csak mert ugye rajtam van a többi, a szeretek a többi része, ezért csak annyit, hogy hívják. Mindegy. És akkor és akkor ezt nézzétek meg, na, hol vannak az ércek? Mondjuk egy. Mondjuk. Veszek ki vasat. És ugye szenet. Mert ugye ezzel lehet kisütni. Ugye. Ja, és látok ezeket itt. Hogy tüntessem el, ez se kell nekem. És akkor kérlek szépen ezt így, ezt ide, és nézzétek, látjátok, milyen gyorsan kiég? Ez tök gyorsan kiégeti a cuccokat, és amit még beszeretnék mutatni, ez nem is kell nekünk majd ez a sütő, ha survivorozunk ezzel a izével, mert hogy mutatok valamit. Hol van az, amit én keresek? Itt. Ezt ugye. És akkor nézzétek meg, leteszem ezt az egy darabot, és nem úgy kapjuk meg, ahogy kéne, hogy kiégessük. Nézzétek, ki lesz égetve. Szerintem a kard, meg a, ezért a legjobb a, hogy hívják, ez a csák. A magma kard, meg a magma csákány a legjobb, de ezért, mert akkor a magma, ha a magma csákány a, elmegyek mondjuk bányászni, és mondjuk vasat találok egy csomót meg aranyat, akkor oda megyek, kiütöm, és nem is kell hazamennem, hogy kiégessem. A kardba, meg szerintem az a jó, hogy igaz, 6-ot sebez, de viszont együttéssel megöl egy telnet, várjatok. Kiveszek egy zombit. Vagy szkelet. Spawn. Mondjuk, hol van a zombi? Itt van. És akkor, csak nekem ugye most egy kicsit begul a Minecraft, mert túl van terhelve, nem azért, mert hogy
nem emiatt, hanem nem tudom. Tegnap is már ilyen nagyon vágos, most tegnap előtt is már ilyen... Nézzük, itt a zombi. Na. Most megvédem. És így. Látjátok, két ütés egy zombi. Nézzük egy skeleton hányítás. Most egy creeper, egy creeper. És itt még egyet ráállítom. És itt már csak hagyni kell. És két ütés. És még hozzá kapunk belőle puskaport. Szóval értitek, szerintem ezért tetszik ez. Meg hogy sőten kapjuk meg ugye a húst. Na, ezért király szerintem ez a common, egy common blogból készült szerkezet. De viszont. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok rám föl, hisz én Dudrafko 11 voltam, és ugye bemutattam az első common blokkos szerkezetet, és rányom, és nem, a link nem a leírásba lesz, most kivételesen nem lesz benne a link a leírásba, hanem, és benne lesz a leírás, na, nem mondom el, benne, nem lesz benne a leírásba az, hogy mi a linkje, de viszont az benne lesz a leírása Ike Darknak a videója. Jának, amiben ugye benne van a link a leírásba. Szóval, hát én ezt akartam volna mondani, csak ugye ez már nem sikerült. Elmondom. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok rám fel, én Dudrafko 11 voltam. Sziasztok!